Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövidképes ismertetőnket. ...2024. szeptemberétől a Kisteleki Általános Iskola is csatlakozott a Magyar Diáksport Szövetség aktív iskola programjához. A csatlakozással az intézmény számos testmozgásra ösztönző tevékenységet kíván megvalósítani a jövőben a diákok számára. A Kisteleki Általános Iskola is csatlakozott az aktív iskola programhoz. Hogyan jöhetett létre ez a program? Ez a program egy pályázat útján jöhetett létre, tehát az iskolánk testnevelői találták meg ezt a pályázatot, és hívták fel a tantestület, a vezetőség figyelmét arra, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amihez érdemes csatlakozni, hiszen a Kisteleki Általános Iskolában nagy létszámú gyereksereg jár, és az ő egészségük, az egészséges fejlődésük, a sporthoz való pozitív hozzáállásuk nagyon fontos mindannyiunk számára. Hogyan fejlesztheti ez a program a gyermekeket? Azt gondolom, hogy a legfontosabb feladata nem csak az aktív iskola programnak, hanem egyébként a testnevelő tanároknak, a pedagógusoknak is az, hogy az egészséges életmódhoz és a sporthoz való kötődést mi hamarabb kisgyerekkorban, kisiskoláskorban kialakítsa. Hogyha ehhez van egy olyan támogató környezet, amely például udvari játékokban, vagy olyan sporteszközöknek a beszerzésében tud segíteni, hogy a szabadidőt, a szünet az ebéd utáni hosszú szünetet, azt aktívan mozgással tudják eltölteni a gyerekek, tehát erre ösztönzi őket a környezet, akkor már sokat tettünk azért, hogy egészségesebb felnőttekké váljanak. És azt gondolom, hogy ha fiatal korban ez a pozitív attitűd kialakul, akkor nagyobb esély van arra, hogy fiatal felnőttként vagy a felnőtt életükben is a saját családjukban ezt a sportosabb mozgásformákban gazdag életet folytassák, és ezzel nagyon-nagyon sokat tudnak tenni a saját és a környezetük egészségéért. Milyen várakozásaik vannak az aktív iskola programot illetően? Nagyon lelkes a tantestület, lelkes a testnevelő közösségünk, én azt gondolom, és lelkesek a diákok is, hiszen a felső tagozatos évfolyamokon már vannak úgynevezett segítő, közreműködő gyerekek, akik örömmel vállalták azt a feladatot, hogy egy szünetben vagy a délutáni elfoglaltságok között koordinálják az itteni mozgást, és tőlük lehet kölcsönözni tollasütőt, pingpongütőt, labdákat, tehát hogy ők fogják a kortársaikat ebben a tevékenységekben segíteni, és tényleg mindenki nagy várakozással tekint arra, hogy hogyan tudunk majd bekapcsolódni minél több akár városi sportos programba, vagy olyan lehetőségeket megragadni, amelyek enélkül a pályázat nélkül nem elérhetők az iskola számára. Mit kell tudni erről a programról? Igen, büszkén jelentjük be, hogy az idei évben a Magyar Diáksport Szövetség által kezdeményezett aktív iskola közé beválasztottak minket is, és az idei évtől csatlakozott az intézményünk. Igazából az aktív iskolai létnek a fő célja, hogy szeretnénk minél támogatóbb, mozgásra támogató környezetet kialakítani az intézményen belül, hogy ezáltal a gyerkőcök szívesebben jöjjenek iskolába, és egy olyan környezetet alakítsunk ki számukra, ami a mozgásra ösztönzi őket. Milyen mozgásos programok várják őket? Az első ilyen mozgásra ösztönző program az a szeptember 27-én lévő Európai Diáksport napja lesz. Azt oda mi is csatlakoztunk, és mi is meg fogjuk valósítani. A nap elején lesz a futás, a 2024 méteres futás, majd a nap későbbi részébe pedig mozgásos sporttevékenységeket szeretnénk számukra szervezni, legyen az focikupa, aeróbik, biciklitúra, ilyeneket tervezünk így a Diáksport napjában megvalósítani. Miért fontos ez, hogy a mozgásra ösztönző programok legyenek itt az iskolában?
Ez a program azért is alakult meg, mert kutatások bizonyítják, hogy a mozgást támogató intézmények között, ahova ezek a gyerkőcök járnak, azok sokkal szívesebben jönnek iskolába, jobb tanulmányi eredményt produkálnak, jobbak a közösségi munkában, aktívabbak lesznek, és mi is ezt itt az iskolában szem előtt tartjuk, és ezért szerettünk volna ehhez csatlakozni, mert számunkra is nagyon fontos, hogy a gyermekek milyen közösségbe, hogyan működnek, és szerettük volna minél jobban támogatni ebben őket. Az aktív iskola programmal hogyan változik az iskola mindennapja? Az aktív iskolában az a lényeg, hogy minél több mozgásos tevékenységet tudjanak végezni a gyerkőcök, nem csupán a testnevelés órán, hanem azon kívül is, legyenek azok az aktív szünetek, a tanórák közötti szünetek, vagy akár a tanórán belül is, minél több olyan, akár csak apró mozgásra ösztönző tevékenységet végezzenek a gyerekek, amivel egy picit meg vannak mozgatva, kicsit felfrissítik őket, és ezáltal a hangulatuk is emelkedik, és jobban tudnak koncentrálni mondjuk egy adott tanórán. Is. Szeptember 21-én sportágválasztónak adott otthont a Szent István tér. A délelőtt folyamán Kisteleki és környékbeli sportegyesületek mutatkoztak be a téren, ahol a gyermekek ki is próbálhatták magukat a különböző sportágakban. Nagyon jó, gyere! Még egyszer! Mész rá, üdő, nem hagyod! Gyerünk a kezét! Azaz, ott a hátad! Szeptember 21-én Kistelek főterén nagy sportágválasztót tartanak. Mit kell tudni a mai napról? Másodjára sikerül megszerveznünk ezt a sportágválasztó napot, aminek nagyon örülünk, hiszen ez egy pályázatos történet. Az anyagi hátterét ennek meg kellett teremtenie a ProHarmony Egyesületnek, amely azért úgy tűnik, hogy sikerült, és majd 10 egyesület jött el erre a napra, és bemutatják a tevékenységüket. Különböző egyesületek láthatók itt a háttérben. Kik érkeznek a mai napra? Látogatósokat teszik a láptólabdások. Ők egy puszaszeri egyesület, de itt Kisteleken is tartanak edzéseket. Csak olyan egyesületek jöttek el, akik itt Kisteleken megtalálhatóak. A birkózók itt vannak, eljöttek hozzánk a küzdősportból még a jitsusok, nem sokára fellépnek. Táncosoknál a Silver Step Egyesület hip-hop tánccal képviselik magukat, a versenytáncban a Pro Art fogja képviselni magát a táncosaival, illetve még eljött Lazány Etelka kosárlabdával, ő kosárlabdaedzéseket tart, akkor még megtalálható a Tiszavolán Egyesület kézilabdával, nem sokára megérkezik a Kite a foci csapatával, úgyhogy tényleg sokan vagyunk, illetve jó magam a Kisteleki Úszó Egyesületet képviselem. Az elmúlt év tapasztalata, mennyire népszerű ez a délelőtti program? Az elmúlt év tapasztalata az volt, hogy lelkesen próbáljuk meg idén még egyszer megrendezni, és ennek hagyományt teremteni. Úgy láttuk, hogy igenis van rá érdeklődés. Én szeretném, ha még nagyobb érdeklődés lenne, és még többen ellátogatnának. Azt látom, hogy az óvodás korosztály, családok, tehát a kisebb családokat még inkább érinti, akik még tényleg előtte állnak ennek, hogy melyik sportágat választhatnák, és ez egy nagyon jó lehetőség, hogy tényleg a gyerekek lássák, kipróbálhassák, és esetleg akkor elköteleződjenek valamelyik sportág mellett. Kisteleki egyesületeknek mekkora lehetőség, hogy bemutathatják magukat a mai napon? Én azt gondolom, hogy nagy lehetőség, mert mindenki tudja, hogy esetleg van ez, van az, de majdnem, hogy háromnál nem jut tovább, és akkor kiderül, hogy több mint 10 sportegyesületek van, amely aktívan működik Kisteleken. Épp most beszélgettem Kistelekivel, és ő is mondta, hogy nem is gondolta, hogy itt ennyiféle sportlehetőség van tulajdonképpen Kisteleken. Kisteleki sportágválasztón a kosárlabda sportot is bemutatják. Hogyan teszik ezt? Hát meghirdettük ugye elsősorban, hogy lehet jönni kipróbálni ezt a sportágat, hoztam ki kosárlabdákat, mezeket, van nekik víz, műzli szelet, hogy egy kicsit jobb legyen az energiájuk, nagyobb legyen az energiájuk, és reggel már volt játék, voltak itt nagyobbak, akkor ők játszottak meccset, most pedig a kicsikkel majd fogok egy kis dobóversenyt, meg egy kis játékos feladatokat fogunk próbálni, hogy kicsit szeressék meg a kosárlabdát, meg szokják a labdát.
Kisteleken egyesületi keretek között kosárlabdázásra is van lehetőség. Hogyan történik ez? Hát kifejezetten egyesületünk nincs, csatlakozni tudunk egyesülethez, de amióta én itt vagyok Kisteleken, azóta jelen van a kosárlabda Kisteleken, mert van úgy nevezzük mi, hogy buli kosárlabda, kedden este 7 órától a gimnáziumnak a tornatermében lehet játszani, némi térítésdíj ellenében, illetve kicsiknek tartók kosárlabda foglalkozásokat a sportcsarnokban minden csütörtökön 3-tól 4-ig. Hány éves kortól lehet csatlakozni a kosárlabda csapathoz? Negyedikes kortól lehet csatlakozni, mert ugye azért a kosárlabda az maga, tehát a testméret függő. Tehát ha nagyon alacsony a gyerek, magasan van a gyűrű, nehéz neki a labda, sose talál be a gyűrűbe, akkor elmegy a kedve az egész játéktól. Tehát én azt szeretem, hogyha a negyedik, ötödikes korban tudjuk ezt elkezdeni velük, és azért szeretem a sportcsarnokba tartani az óráimat, mert ott mozgatható a palánk, tehát egy 80 centivel lejjebb tudom engedni a palánkot, és az nyilván közelebb kerül a gyerekekhez, és könnyebben betalálnak. Mik a tapasztalatok? Mennyire népszerű sportág ez Kisteleken? Hát sajnos nem eléggé népszerű sportág, pedig folyamatosan próbáljuk népszerűsíteni és választhatóvá tenni a gyerekeknek. Dolgozunk rajta. Szeptember 20-án ruhabőrzének adott otthont a Család és Gyermekjóléti Központ. A délelőtt folyamán használt, de még jó állapotú ruhák találtak gazdára. A Család és Gyermekjóléti Központ minden hónap első csütörtökén is szervez hasonló bőrzéket, ahová mindenkit várnak. Várom, jöhet, igen, nagyon szívesen várom. Én viszek a kis szomszédomnak is, mert hát a kis igazolnak, amit is van, hányan a gámban. Sok. Igen, és ezek nagyon jó minőségű, nagyon jó minőségű ruhák. A Család és Gyermekjóléti Központ őszi bőrzéjén vagyunk. Mit kell tudni a mai napról? A mai ruhabőrzénket a Család és Gyerekjóléti Központ hirdette meg. Általában őszi-téli időszakban vannak ilyen önálló ruhabőrzéjeink. Egyébként meg az év többi részében minden hónap első csütörtöki napján a szolgálattal közösen a Tisza utca 1 szám alatt a gyerekjóléti szolgálattal közösen szervezünk ilyen ruhagyűjtés, illetve ruhaosztási akciókat. A mai annyiba különbözik, hogy ezt most a központ szervezte meg. Nálunk általában többségben gyerekruhák vannak, felnőtt ruhák is megtalálhatóak, illetve játékok meg cipők. Honnan érkeznek a ruha felajánlások? A felajánlott ruhák alapját nálunk a Kipkop gyerekháznak a tavaszi, illetve az őszi ruhabőrzéi alkotják. Itt ezeken az eseményeken mi is részt szoktunk venni, egy gyűjtőpontot alakítunk ki, és addig, míg a gyerekekkel közösen kreatívkodunk, addig a szülők a el nem kelt, illetve már haza nem akart vinni, vagy nem szeretnék hazavinni a ruhákat, akkor azokat ott felajánlják a gyerekjóléti központ számára. Milyen ruhadarabok találhatóak a mai bőrzén? Nagy részt gyerekruhák, mivel gyerekjóléti központként nálunk inkább ezeket gyűjtjük, illetve a szűkös tárolási kapacitásunk miatt nálunk inkább csak a gyerekruhákra, illetve játékokra, cipőkre korlátozódik a gyűjtés, de ez mellett azért kisebb számban felnőtt ruhák is találhatók. Háttérben különböző lakossági felajánlások is láthatók. Mik a tapasztalatok? Mennyit sikerül ezekből összegyűjteni? Hálája jó Istennek, nagyon, nagyon sokan ajánlanak föl nem csak ruhákat, hanem
bútorokat is, ágyakat, televíziót, íróasztalt, szekrénysort, tehát ezeket az év folyamán a ruhabőrzéken, illetve a felajánlások mellett még évközben mi ezeket osztjuk azoknak a családoknak, akik rászorulnak erre. A Család és Gyermekjóléti Központ minden hónap első csütörtökén is tart ruhabőrzét. Mik a tapasztalatok? Mennyire népszerű ez a program? Én úgy gondolom, hogy nagy szükség van erre, mert igen, szoktak szép számmal megjelenni. Most én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy begyűjtsék azokat a most mondjuk a téli vagy őszi ruhákat, amit kinőtt a gyerek, vagy éppen már elkopott, és nagyon jó minőségű ruhákat szoktunk kapni, és persze tisztákat is. Szeptember 23-án újra elindult a Millió Lépés az Iskoládért kampány. Az új kihívás a testmozgás népszerűsítése mellett a környezettudatos közlekedés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az országos programhoz a Kisteleki Általános Iskola a tavalyi eredményes szereplés után idén ősszel is csatlakozott. A Kisteleki Általános Iskola idén szeptemberben is csatlakozott a Millió Lépés az Iskoládért programhoz. Mit kell tudni erről a programról? Igen, a Millió Lépés az Iskoládért pályázat és program most is elindul. Az őszi idényben is csatlakozott az iskolánk, és ismét várjuk nagyon a lépéseket és a támogatók segítségét, hogy minél több lépést tudjunk gyűjteni, és ezzel tudjuk segíteni az iskolánkat. A program szeptember 23-ától indul. Hogyan lehet csatlakozni hozzá? A Millió Lépés alkalmazást kell letölteni mindenkinek a mobiltelefonjára. Igazából ez egy 5 perces regisztrációt igényel, utána az iskolához kell csatlakozni, majd egy osztályhoz, és az osztályhoz csatlakozás után igazából minden nap kb. Fél percet vesz igénybe maga a lépéseknek vagy a tevékenységeknek a rögzítése, és ezáltal gyűlnek a lépések. A minden osztály lépései az iskola összlépés számához adódnak, és az intézmény gyűjti, ugye minél több lépés van, annál több kék kör tudunk megtenni, minél több kék kör gyűjtünk, annál több sorsjegyet kapunk, és a 11 hét végén pedig sorsolás következik, és az eddig nem nyert iskolák között 100 iskolát választanak ki, aki 1 millió forintban részesül majd. Itt van, hogy hányszor tettük a kék kört. Itt lehet a zöld pontokat, tehát például akkor ma kerékpárral jöttem, és akkor az is. Mindig van támogató. Hogyan gyűjthetjük digitálisan a lépéseket? Nem csak lépésekről van itt szó, igazából minden tevékenység beleszámít, ami egy kicsi mozgással is jár, legyen az kerékpározás, kertészkedés, ha valaki elmegy mondjuk edzésre a gyerkőcök közül, azt is hozzá lehet tenni az alkalmazáshoz. Egy kicsi ikonra kell rákattintani, és ott lehet kiválasztani a több mint 60 tevékenység közül, hogy mivel mit végzett az adott napon az illető, és ezeket az alkalmazás átalakítja lépésekké. Igazából a legtöbb tevékenységet percben kell megadni, nem szükséges hozzá digitálisan, hogy meglegyen az óra összehangolva az alkalmazással, tehát manuálisan is hozzá lehet adni a lépéseket, de természetesen vannak olyan órák, amik az alkalmazással kompatibilisek, és akkor automatikusan átemelődnek a lépésszámok is. Itt lehet a lépéseket rögzíteni. Így. És akkor ott van a kerti munka, biciklizés, és akkor itt ennyi. Ki csatlakozhat a programhoz? A programhoz bárki csatlakozhat, legyen az gyerkőc, szülő, szomszéd, vagy bárki, aki, és nem feltétlenül az adott településen kell, hogy éljen, tehát tényleg bárki csatlakozhat, igazából csak az alkalmazás letöltéséhez és az osztályhoz, intézményhez való csatlakozás szükséges. Mi az elmúlt év tapasztalata? Mennyire népszerű ez a program a diákok körében?
A diákok körében én úgy látom, hogy először még az adminisztrációval, az alkalmazás letöltésével voltak problémák. Egyre aktívabbak a gyerekek, és egyre aktívabbak a szülők és az őket körülvevő közösség is. Most még csak a regisztrációs időszak folyik, mert 23-án indulnak a lépésgyűjtések, de már most több ember csatlakozott ebben a megelőző időszakban is, mint a korábbiban, úgyhogy nagyon örülünk neki, és továbbra is várjuk, hogy mindenki csatlakozzon hozzánk, és ezáltal tudjunk sportszereket vásárolni az iskolának. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben betekintést nyerhetnek a Bordányi Szarmata Régészeti Park világába. Ellátogatunk a Kisteleki Retro Tér Fesztiválra, és a szobori búcsú ünnepi miséjét is megtekintetik felvételről. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!